Az előadók célja az volt, hogy bemutassák a több nyelvűséget és a több nemzetiséget Újvidéken. Vitkai Kucsara Ágota szerbül, horvátul, románul, ruszinul, szlovákul, németül, franciául és nem utolsó sorban magyarul is énekelt. Először dédnagyapámat mondom, hogy a Vitka Gyula dédnagyapámnak a dalait mutatom be. Király Ernőt, mivel Sűrűgyöt járt hozzánk a házhoz, és dédnagyapámmal közösen beszéltek és írták, illetve átvette dédnagyapámtól azokat a népi énekeket, amelyeket dédnagyapám muzikológusként, illetve etnomuzikológusként gyűjtött és írt össze. Köszönetet akarok hálás mondani azoknak is, akik lefordították, mármint Orvec Krisztina, Nemanja Konstantinidis, Tamara Despotovics, Miroslav Kevesdi és Milena Sklabinski. Azok fordították le, úgyhogy a mai esten a nézők olvashatják is a szöveget is azokról a dalokra, amelyeknek ugye a szövegét nem értik. Az opera énekesnőt zongorajáték kísérte. A művésznő hangsúlyozta, hogy a program mögött komoly kutató munka áll. Kottákat kerestünk, sőt olyan zeneszerzőket is alkalmaztunk, akik átmásolták ezeket, mert nagy részük kézzel íródott és biztosan feledésbe merültek volna, ha nem elevenítjük fel őket ma este. Jelentős szerzők kompozícióit játsszuk, például Schneider, Trnavsky műveit, de említhetném Ábrahám Pált is, aki a feledés homályába merült a náci uralom idején. Többek között az ő nevét sem írták le az újságok akkoriban. Ennek a koncertnek pontosan az a célja, hogy felelevenítsük mindazt, aminek meg kell maradnia, ami nagyban gazdagítja vajdaságot. A koncert teltházas volt, a két művésznő ma 18 órakor az Európa Kollégiumban is fellépett, ahol a kollégisták részére tartottak előadást.